Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Ősszel Magyarországra látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy találkozzon Orbán Viktor kormányfővel, tudta meg a Népszava. A találkozóra október 30-án kerülhet sor. A magyar miniszterelnök és az orosz elnök 2013 és 2018 között minden évben találkozott. Eddig 5 alkalommal Moszkvában és 2 alkalommal a magyar fővárosban. A megbeszélések tárgya lehet a paksi bővítés, a gázbeszerzés és a klímaügy. Gázügyben azért is aktuális az egyeztetés, mert már csak 2 évig köti Magyarországot Oroszországhoz egy beszerzési szerződés, aminek meg nem hosszabbításáért az Egyesült Államok minden diplomáciai eszközét beveti. A 4. évszázaddal ezelőtti helyzethez képest ugyanakkor már a számos vezeték épült ki élénk piaccal. A megoldás az lehet, hogy viszonylag rövid távú kis mennyiségre szóló szerződést köt Moszkva és Budapest. A kormány elkötelezett az akadálymentesítés és a fogyatékkal élők munkához jutásának támogatásában, hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Hermina úti székházában mondta ezt, ahol bemutatták a látássérült emberek számára akadálymentesen használható okostelefonokra fejlesztett alkalmazással távoli segítségnyújtást végző távszemel nevezésű szolgáltatást. Az államtitkár közölte, hogy a kormány szeretné elősegíteni a fogyatékkal élők munkához való hozzáférését, mert ez az egyetlen, ami az önálló életet és döntést hosszú távon tudja segíteni. A bevándorláspárti soros hálózat Gyurcsányékkal együtt kampányol a bevándorlást ellenző magyar képviselők ellen, mondta Nacsal Őrinc, a KDNP frakció szóvivője, a kormánypártok véleményét ismertetve. Nacsal Őrinc kifejtette, hogy 200 a nemzetközi soros hálózathoz tartozó szervezet kampányol a magyar emberek által választott Fidesz-KDNP és európai parlamenti képviselők ellen. Például meg akarják akadályozni Hídvégi Balázs megválasztását az EP Libe bizottságának alelnöki posztjára, sőt, a magyar ellenzéki képviselők is hetek óta a kormánypárti képviselők tisztségei ellen áskálódnak, fogalmazott hozzátéve, hogy a soros szervezetek ezért még levelet is írtak az Európai Néppártnak. Egészen példátlan és felháborító, amit művelnek, jelentette ki a kormánypárti politikus. Nacsal Őrinc rámutatott, hogy a bevándorláspártiak teljesen szembe mennek a magyar emberek akaratával, a demokratikus választások eredményével, hiszen az európai parlamenti képviselőink azért lehetnek ott, mert a magyar emberek rájuk szavaztak. A májusi választáson az ellenzéket messze megelőzve a szavazatok 53%-át a Fidesz kapta, idézte fel. A diplomások aránya 34%-ra nőtt Magyarországon, ezzel teljesítettük az Európa 2020 stratégiai program keretében tett vállalásunkat. Ugyanakkor a felsőoktatásban tanulók száma 22%-kal esett vissza az évtized elejéhez képest, és erre csak részben magyarázat a demográfiai helyzet és a külföldön tanulók egyre nagyobb száma, írja a Világgazdaság. 2010-hez képest 7,6%-kal 34%-ra emelkedett Magyarországon a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. A diplomások aránya tekintetében azonban az Európai Unió 28 tagállamához képest még mindig 7%-os a lemaradásunk, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A visegrádi országok közül Lengyelországban és Szlovákiában magasabb 46, illetve 38%-os a diplomások aránya, Csehországban Magyarországgal azonos arányban élnek felsőfokú végzettségűek. Puzsér Róbert beállt Baranyi Krisztina mögé Ferencvárosban. Nyitott kérdés, ki lesz a Fidesz kihívója a városrészben. Előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között. Jancsó egykori LMP-s, most a Momentum támogatja elsősorban, de mögötte az MSZP és a DK is elviekben. Baranyit a kutyapárt, az LMP és mostantól Puzsér Róbert támogatják. Grezsa István, Hódmezővásárhely kormánypárti polgármester jelöltje Facebook videóban közölte, hogy nem akar negatív kampányt, ezért leveteti azokat a plakátokat Hódmezővásárhelyen, amiken Márki-Zay és Soros György van egymás mellé montírozva. Két lépés a város újraegyesítésért és a békéért. Remélem mások is követik a példát, mert gondolkodhatunk ugyan sokféleképpen a politikáról, de Vásárhely mindenkié, mondta a videóban. Hozzátette, a polgármester jelölt ellenfelem személyével és családi életével nem foglalkozom, azonban a politika működését kritikával illetem. Elmondta, az említett plakátokhoz ugyan semmi köze, de arra kéri a kihelyezőket, hogy vegyék le, ugyanis a város mindenki, és nem csak az egyik vagy a másik politikai oldali. Külföld.
Ursula von der Leyent megválasztották az Európai Bizottság elnökének. Szűken, de 9 szavazattal megvolt a többsége az Európai Bizottság élére javasolt Ursula von der Leyennek az Európai Parlamentben. A német politikus október 31-e után veszi át ténylegesen a bizottság vezetését a távozó Jean-Claude Junckertől. 383-an támogatták, 327-en ellenezték, 22-en tartózkodtak, egy szavazat érvénytelen volt, így az Európai Parlament megszavazta az eddigi német védelmi miniszter Ursula von der Leyent az Európai Bizottság új elnökének. A többséghez az összes hivatalban lévő EP képviselő szavazatának többségére 374 szavazatra volt szükség. Ő az első nő, és 1967 óta az első német az Európai Bizottság élén. Von der Leyen október 31-e után veszi át ténylegesen az Európai Bizottság vezetését a leköszönő Jean-Claude Junckertől, a mandátuma 5 évig tart majd. A mai döntésükkel egy erős, egységes Európába vetett hit mellett álltak ki, mondta Ursula von der Leyen közvetlenül megválasztása után az EP képviselőknek. Ez az Európa nem egymás ellen, hanem a jövőért kíván majd harcolni. Nagyon nagy szerénységre int az előttem álló sok feladat. Innentől von der Leyen hivatalos levélben kéri fel a tagállamok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a bizottság országukból érkező biztosaira. Az ő meghallgatásuk majd szeptember 30-a és október 8-a között lesz az illetékes EP bizottságokban. A teljes biztosi testületről majd az október 21-e és 24-e közötti plenáris ülésen szavazhatnak. Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a jövőben jelentősen javuljanak, és olyan együttműködés jönjön létre, amely jó Ukrajnának, jó Magyarországnak és jó a kárpátaljai magyarságnak, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demokratikus ország legyen, mert ennek jó hatása lesz a magyar-ukrán kapcsolatokra és a kárpátaljai magyar közösség életére is. Őszintén reméljük, már pedig a reménykedés nem beavatkozás a belügyekbe, hogy Kijevben olyan parlamenti erőviszonyok jönnek létre, amelyek lehetővé teszik majd a két ország kapcsolatainak jelentős javítását, tette hozzá. Beindult az amerikai elnökválasztási kampány, amelynek már része a menedékkérők szigorúbb szabályozása is, mondta Frank Tibor, Amerika szakértő. Az amerikai belbiztonsági minisztérium és az igazságügyi tárca hétfőn jelentette be, hogy a kormányzat szigorúbb szabályozást vezet be a menedékkérőknek. A döntés lényegében megvonja a menedékkérelem jogát mindazoktól a migránsoktól, akik Mexikó felől akarnak bejutni az Egyesült Államokba. Frank Tibor erre reagálva hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök éppen megerősíti azokat az ígéreteit, amelyeket még 2016-ban tett a választóinak. Egyik legfontosabb korábbi ígérete a bevándorlás korlátozása volt Mexikó felől, tette hozzá. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint bizonyos országok csak akkor fogják megérteni az iráni fenyegetést, amikor atomtöltetek kezdenek hullani európai földön. Az erőteljes kijelentést azután tette a miniszterelnök, hogy az Európai Unió hangsúlyozta, az atomalkú feltételeinek legfrissebb áthágásai a Perzsa állam részéről nem szolgáltatnak elég okot arra, hogy szükségesé tegyék a gazdasági szankciók visszaállítását. Netanyahu sürgette az EU-t, hogy azonnal tegyen lépéseket Irán ellen, és a közösségi médiára feltöltött videó üzenetében felidézte Nagy-Britannia sikertelen kísérletét a náci Németország lecsillapítására a II. Világháború előestéjén. Az Európai Uniónak az iráni feltételszegésekre adott válasza az 1930-as évek európai békítési kísérleteire emlékeztetnek engem. Akkor is voltak olyanok, akik a homokba dugták a fejüket, és nem látták a közelgő veszedelmet, üzente az izraeli elnök héber nyelvű videójában. Gazdasággal folytatjuk. A májusi csapadékos hidegidő is közrejátszott abban, hogy a korábbi hónapoknál szerényebb növekedést mutatott az építőipari termelés májusban. Így kommentálták elemzők a Központi Statisztikai Hivatal jelentését. A KSH adatai szerint májusban az építőipar termelése 26,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, az áprilisi 40,1%-os növekedést és az első négy havi 45,8%-ot követően. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője a tavalyi magasabb májusi bázis és az igen kedvezőtlen csapadékos időjárással magyarázta, hogy 26,3%-ra lassult az építőipar termelési volumenének növekedése az előző havi 41,1% után.
Az építőipar a tavalyi robosztus teljesítménye után kiugró lendülettel indította az idejévet, így 2019-ben is érdemben hozzájárul majd a növekedéshez, és ebből következően a súlya is tovább nőhet a nemzetgazdasági ágazatok között. Végül a várható időjárásról. Hazánkban ma délelőtt sok napsütés várható, helyenként fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. Délután a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhőzet mellett több órára kisüt a nap, számottevő mennyiségű csapadékra nincs kilátás, de egy-egy futózápor kialakulhat. A szél napközben élénk északnyugati lesz, hajnalban 9-16 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 24-29 fok között alakul, késő este 16-21 fok lesz. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!